Több utcában hiányos a közvilágítás, ezt két hölgy is jelezte a fórumon jelenlévő képviselőknek és szakembereknek. A problémát még ott a helyszínen bejelentette a szolgáltatónak az önkormányzat illetékese. Az is szóba került, hogy több kerékpárutat szeretnének. Erre válaszul Farkas Éva Erzsébet elmondta, meg fog épülni egy Makót-Maros lelével összekötő és egy határon is átnyúló Marospart mentén futó kerékpárút, melyek természetesen a belvárost is érinteni fogják. Többen érdeklődtek a személydíjszámlák felől is. Meg vagyunk elégedve, meg láttam is, hogy máma vitték el a szelektív hulladékot is. Elegek is ezek a nagyságú sárga konténerek vagy személyszállítók. Ellenben a pénzügyeket, a nehemintézés nem kaptunk, mert elég régóta számlát. Hogy ezután szeretnénk, hogy reklamáljuk, vagy ki tudjuk, vagy egyszerre fizetni. Tényleg. Én nem tudom, de már lehet, hogy egy éve nem kaptunk. A felvetett problémára válaszul Sikett Tibor, az önkormányzat munkatársa elmondta. A számlázást egy évelején alakult állami cég végzi, és legutóbbi ígéretük szerint hamarosan kiküldik a szemétszállítási csekkeket. Itt az a kérés is felmerült a lakosok részéről, hogy lehetőleg ne egy összegben kelljen az eddigi eltelt időszakot kifizetniük. Az önkormányzat ezt az igényt írásban jelzi majd a cégnek. A kérdések és kérések megválaszolása mellett Hadik György települési képviselő a város fejlesztésével kapcsolatosan is szólt néhány szót. Mintegy két hónappal ezelőtt át kellett néznem a pályázatokat, 101 folyamatban levő pályázatunk van. Az előző önkormányzat 20-valahánnyal dicsekedhetett a 4 éves terminusa alatt. Az anyagi lehetőségekkel próbálunk jól sárkodni. Megköszönöm mindenképpen országgyűlési képviselő úrnak, Lázár úrnak azt, hogy ezt a lehetőséget biztosította számukra. Akkor, amikor kampányoltunk, amikor arról beszéltünk, hogy ki legyen az országgyűlési képviselő, nem hiszem, hogy bárkibe kételj maradna, hogy senki más ekkora összeget nem tudott volna idehozni, nem tette volna lehetővé, hogy a város elinduljon a fejlődésnek egy üstökös-szerű pályáján. Az eddigi sikeres pályázatokról, támogatásokról Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, aki részletesen beszámolta a jelenleg is zajló beruházásokról, és azokról is, melyek a közeljövőben kezdődnek el.